Előbb a polgárőr lép a zebrára, mögötte pedig az iskolába siető gyerekek haladnak át az úttesten. Hétfő reggel óta a rendőrség és a polgárőrség Szekszárd több forgalmas csomópontjánál és az iskolák előtt is segíti a gyerekeket, hogy mindenki biztonságosan beérjen a tanórákra. A rendőrök reggelenként, különösen 4:48 és 3:48 között a becsengetés idejéig az iskolák előtti gyalogátkelő helyeken, valamint annak környékén biztosítják a rendet a polgárőrség munkatársaival együtt. Szükség is van a rendőrök segítségére. Vannak szülők ugyanis, akik egyáltalán nem foglalkoznak a kresszel, és szabálytalankodni is hajlandóak, csak hogy az iskola kapuhoz minél közelebb rakják ki az autóból a gyerekeiket. Ez a sofőr a forgalommal szemben zebrán sávot váltva parkolt le, többszörösen is megsértve a szabályokat a szekszárdi DNS Valéria általános iskola előtt. Ezen a felvételen pedig az látszik, hogy az autók csak arra szólva egymást kerülgetve tudnak a két sávos úton haladni, olyan sok jármű parkol az úttest mindkét oldalán az iskola kaputól néhány méterre, pedig az iskola körül több tucat parkoló is található. A vége az iskola előtt, illetve a szomszédos középiskola előtt is elég hosszan tudnak parkolni a szülők, itt több mint 20 autó tud megállni. A tornacsarnoknak a másik oldalán is körülbelül 16 parkolónk van, bár azt észrevettük, hogy az gyakran már reggelente foglalt, illetve a hátsó bejáratnál is vannak parkolók. Ezen a felvételen látszik, hogy az iskola túloldalán, a hátsó bejáratnál szinte egyáltalán nincs autóforgalom, pedig ezek a képek is reggel készültek, csak hogy innen a gyerekeknek néhány métert gyalogolniuk kell az osztályokig. Külön tábla jelzi az épület bejárata előtt a zebrát a szekszárdi Babits Mihály általános iskola előtt. Itt is előfordul, hogy a szülők csak néhány méterre a kaputól, a forgalmat lassítva állnak meg reggelente az autóikkal. Itt az iskola udvarának kinyitásával próbálják enyhíteni a problémát. Megnyitjuk az iskola kapuját reggelente, és tulajdonképpen 9 óráig, a gyerekek addig ugyanis nem mennek az udvarra, addig be lehet parkolni az udvarba. 9-kor bezárjuk, és délután, amikor jönnek a gyerekekért, ugyanígy 4:30-tól 4 óráig, 4:45-ig nyitva van a kapu. Az iskolák környékén dolgozó rendőrök az autósok szabálytalankodásait is figyelik, és egy-egy ilyen jogsértésért akár több 10 000 forintos bírság is kiszabható. Úgy tudjuk, hogy a riportban bemutatott, a zebrán sávot váltó sofőr ellen a rendőrség már vizsgálatot is indított.